február 2-ától minden nap 17:30. Jaj. És már itt is ülnek mellettem az Esti Hírpercek műsorvezetői, Berni, Marci, Anna és Viki. Sziasztok, köszönteteket a műsorban. Hello. Na hát nem is tudom, hogy hol kezdjük. Gyakorlatilag ti, ha jól tudom, akkor híradót készítetek itt nálunk. Szerintetek miben más ez a híradó, mint bármelyik más tévén felelhető híradó? Téged kérdezek először, Viki, hiszen te ma már debütáltál. Igen. Hát abszolút elsőként azt tudnám kiemelni, hogy kevésbé szerepel benne annyira a politika, mint mondjuk más híradóban, tehát azért igyekszünk kulturálisabb, vagy itt-ott bulvárosabb témákkal is friss hírekkel készülni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az, amiben leginkább különbözik a többi híradótól, illetve hogy sokkal rövidebb. Tehát friss napra kész információkkal készülünk természetesen. Anna, a híreket mi alapján válogatjátok össze? Ti válogatjátok össze? Nem mi válogatjuk össze, hanem készen kapjuk a híreket, az Esti Hírlap híreit kapjuk konkrétan, és ezt alakíthatjuk át a saját szájízünkre. Meghúzhatjuk, de igazából amit megkapunk, azt szoktuk felolvasni. Hogyha jól tudom, akkor mindegyikőtöknek ez az első úgymond híradója, amit készít, de lehet, hogy rosszul tudom. Jól tudom? Mindenki együtt ötön bólogat, micsoda csapatunk. Illetve én gyakornokoskodtam az MTV-nél a nyáron, úgyhogy ott már így belekóstoltam egy kicsit a szerkesztésbe, de egyébként igen. Marci, téged kérdezlek, hogy neked személy szerint mi volt a legnehezebb a műsorkészítésben? Hát magában a műsorkészítésben az volt, hogy összehangoljuk az egész stábbal. Mindenki, aki itt dolgozik, meg az én saját egyéni dolgaimat, az ő egyéni dolgaikkal ezt mind összehangolni, mert különben tényleg nem működik egy ilyen műsor. Talán ez volt szerintem a legnehezebb. Berni? Kérdés ugyanaz. Továbbra is ugyanaz a kérdés. Nekem igazából, hogy is mondjam, most kicsit nagyképűen hangzana az, hogy nekem semmi sem nehéz, de igazából Marcinak van igaza, tehát négyen vagyunk, és tehát össze kell hangolnunk úgymond a napi időbeosztásunkat is, viszont az talán kihívást jelent, hogy mi írott sajtós híreket kapunk, tehát írott sajtós újságíróktól kapjuk a híreket, és ezt tényleg át kell hangolni tévére, tehát nem ugyanaz a beszélt beszéd, mint ugye, mint az írott szavak, és egy, tehát ami le van írva, az teljesen más tévében mondva. Ennyi, igazából. Ne vegyétek személyeskedésnek, bár mondjuk kisebbségben vagyok, de van valami kifejezett oka annak, hogy csak lányok vagytok, úgymond a műsorban? Talán nem minket kellene kérdezni. Jobban mutatunk a képernyőn, mint a fiúk, nem? Igen. Nem tudom, szerintem igazából ez egy koncepció, de Marci, hogyha te ügyesebben tudsz válaszolni, akkor átadom. Nem, arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondoltok, hogy az emberek, a nézők jobban fogadják azokat a híreket, amiket esetleg nők mondanak, vagy amiket nők olvasnak fel? Amikor ezt az egészet kitalálták, és amikor mi eljöttünk erre a castingra, akkor nem volt olyan koncepció, hogy most csak lányok, most csak fiúk, vagy akár vegyesen, hanem éppen ahogy kijött a lépés, éppen akik jelentkeztek, azok közül választották ki ugye a legmegfelelőbbeket, ha mondhatok ilyet, és hát éppen úgy esett véletlenül, hogy ezek pont lányok lettek. Igen, én azt hiszem, hogy a castingra is nagyon kevés, nem is tudom, hogy jött-e egyáltalán fiú. Volt, de szerintem ez egy nagyon izgalmas, az hát a girl power, úgyhogy ez csak egy plusz izgalom. Még hajszínben is ugye van eltérés. Én is pont erre gondoltam. Igen. Meséljünk kicsit a műsornak a felépítéséről, bár már a szemfüles nézők láthatták, de Viki, kérlek, mesélj, hogy ez hogy néz ki. Hát alapvetően a beköszönés után röviden elmondjuk, tényleg nagyon-nagyon röviden, tömören, hogy mik lesznek a főbb hírek egy-egy tehát címszavakban, és ezt követően bontjuk ki a híreket. Nem kell olyan nagyon sok hírre gondolni, tehát ilyen 5-6 hét hírrel készülünk, plusz az időjárás értelemszerűen, mert hogy ez mindenkit érdekel. Nem lesznek olyan hosszúak. Tehát maga a műsor ilyen 6-7 perces lesz. Pontosabban már volt is, ugye, igen. Ugye azt beszéltük, meg meséltétek is, hogy ez a műsor kifejezetten rövid. De hogy ez direkt van? Tehát szerintetek az emberek könnyebben befogadják a rövidebb híreket? Berni, te mit gondolsz? Szerintem attól függ, hogy azt a műsorvezető mennyire mondja befogadhatóan. De tényleg, tehát 5-6 percben
6 hír plusz időjárás, szerintem az teljesen befogadható. Nyilván a témák is olyanok, könnyedebbek, úgymond bulvárosabbak, sokkal közéletibb a hírek, közéletibbek a hírek, amiket felolvasunk, mint mondjuk egy félórás köztévés híradóban. Szerintem befogadható, és talán pont azért lesz úgymond érdekesebb, mert akár hollywoodi sztárpárokról is beszámolunk, vagy egy ilyen érdekes hírről a nagyvilágból, ami szerintem egy híradóban szokatlan. Hát igen, remélem sok nézőt vesztek el majd a Sztárpercek című műsorokból, de se baj, örülök, hogy itt vagytok. Ugye gyakorlatilag azt meséltétek, meg ugye te is mondtad, hogy a szemfüles nézők már láthatták, hogy gyakorlatilag hírek vannak hozzá, képek, videók. Képanyagok, igen. Számíthatunk-e, illetve a nézők arra, hogy ki fogtok menni az utcára, és külsős interjúkat, anyagokat is készítsetek? Ez szerintem még a jövő zenéje, egyelőre marad ez a felállás, és amit ma láthattak a nézők, úgyhogy maradunk benne a stúdióban, de egyébként nem kizárt, hogy később esetleg újra gondolják itt a főnökeink, hogy hogyan kellene a műsort esetleg megreformálni, de mondom, ez tényleg a jövő zenéje, mert egyelőre úgy néz ki, hogy ez így működni fog. Friss híreket kaphatunk akár élőadás közben is, tehát hogyha jön valami olyan történés, amiről mindenképp be kell számolnunk, akkor azt bemondjuk. De nem hiszem, hogy kint leszünk majd az utcán, tehát itt leszünk a stúdióban, ahogy Viki mondta. Illetve a jövő, hogy te is mondod, a jövő zenéje, ki tudja. Tehát akkor hogy néznek ki a napok? Ugye hétfőn te vagy, Viki, igen. Ez nem fix egyébként, ez most úgy alakult, igen. Sőt, holnap. Most az előtérben az előbb cseréltünk is a pénteki napot az Anna Marival, úgyhogy ugye ezt egymás között el fogjuk osztani, hogy mikor, ki ér rá, milyen elfoglaltsága. Ez most egy nagyon last minute volt, mert például én pont most tudtam meg, hogy én leszek holnap, úgyhogy érdekes, de nagyon örülök, hogy már kitaposta Viki az utat előttem egy kicsit, de abszolút, hogy így elkezdte. És abszolút flottul mentek az eddigi próbák is, amikor itt voltunk, úgyhogy... működni fog itt. Ugye azt meséltétek, hogy ti mind egy bizonyos posztra jelentkeztetek ugye a castingon. Ti köztetek egyébként van valamiféle rivalizálás, vagy a legjobb barinők vagytok, vagy barátok vagytok, bocsánat, a hétköznapokban? Szerintem nagyon jóban lettünk így a próbák során. Én nem érzek egyáltalán semmilyen rivalizálást, abszolút meg tudunk egyezni. Segítetek egymásnak, arról van szó? Igen, mindenképp. Tehát most is például telefonáltunk Vikivel egy csomót az adás előtt. Úgyhogy szerintem abszolút jól kijövünk egymással. Amikor még gyakoroltunk, amikor még a próba ment, akkor persze, hogy segítünk egymásnak, például valaki nagyon előredől, valaki játszik az arcával túlságosan, és ezt szerencsére mondtuk is egymásnak, és próbáltuk kiküszöbölni a saját hibáinkat is. És ugye számomra az érdekes volt, hogy én nem ismertem a lányokat, egyedül Anna Marit ismertem, de végül is egy helyről jöttünk, úgyhogy valamilyen kapocs megvan köztünk, de én abszolút nem érzek rivalizálást. Remélem, ti is így vagytok vele. Ugyanott tanultunk, úgyhogy mindannyian a Komlósi Oktatási Stúdióban végeztünk. Ki korábban, ki később, az Anna Mari most végez. Úgyhogy gyakorlatilag, ha eddig nem ismertük egymást, akkor most megismertük. Berni? Köszönöm, jeleztem Marcinak, hogy szót kérek. Szerintem a műsor érdeke is, hogy ne rivalizáljunk és segítsük egymást, mert egy műsort csinálunk négyen, úgymond, tehát nem csak mi négyen, de mi vagyunk ugye a műsorvezetők, és szerintem minden négyen más karakterek vagyunk, tehát mindannyiunknak megvan a, úgymond, az előnye. Szerintem, tehát itt nincs szó arról, hogy rivalizálnánk egymással. Olyan sokszor említettétek már azt, hogy más karakterek vagytok, én nem tudok elmenni a kérdés mellett, hogy ez a hírekben is meglátszik, vagy meg fog látszódni esetleg? Szerintem inkább csak abban, hogy... A barna haj, hogy... a vörös vagy a szűke haj előnyéről minden nap más. Nem, inkább abban, hogy ki hogyan mondja. Tehát valakire tényleg ránézek én is, és azt mondom, hogy úristen, de profi, és hogy remélem azért én is el tudom így mondani. Valakinek tényleg kicsit inkább kacérabb. Inkább szerintem nem a hírekben, hanem ahogy mondjuk a híreket, talán abban jön ki inkább. De ki fog ütközni a karakter mindenképp? Valaki mondjuk vadabban mondja, hogy valaki kedvesebben. Ez abszolút látszani fog szerintem, de ez egyáltalán nem baj. Na hát akkor lányok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, egy egész színes kis palettát láthatunk, és ugye minden hétköznap, hogy ott akkor 5:30-tól esti hírpercek. Ajánlom mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm.